Hello srácok, én nem vagyok, egy új tarkos videó, és a mai nap, tehát 24-én megkaptuk az első technikál update-et, amiben a BSG rendszer sok dolgot kijavított, ezeket fogjuk ebben a videóban átnézni. Az első dolog, amit megoldottak, és gyorsan meg is jegyezném, hogy nem volt időm tesztelni, de elvileg az amokkal kapcsolatos problémát, tehát hogy ugye átmentek az armarokan teljesen instant, és hasonló sebzési problémák, például az, hogy a piranja az egyik pillanatban rendesen sebe, utána már csak a felé tehát az ilyen dolgokat elvileg javították, mint nem volt rá időm, hogy ezt teszteljem, viszont ahogy elnéztem a többi videóst és az ő videóinak a, vi videóiknak a címeit, azt hiszem észre, hogy eléggé pozitív lett a változás, de mindenképpen még hosszú az út az, hogy a BSG kimerje azt jelenteni, hogy mostantól tényleg normálisan működik minden lőszer és normálisan működnek az armarok -ok is. A következő fontos pont, hogy elvileg Lighthouse-on megjavították a rugokat, hogy itt a videóban is láthatjátok, az egyik probléma az, az, hogy átjön az úriember a fajton, amit rácsuktam, de nagyobb probléma az volt, hogy ugye rohadtul agresszívebb voltak a rugok. Tehát, hogyha egyszer téged, akkor a világ végére követtek, szóval nem volt egyáltalán megállás. Sőt, még a tetőkről a rugok lefutottak, tehát ott hagyták a különböző, különböző, lövegeket, és lejöttek hozzá, hogy megpróbáljanak téged megölni. A következő pont, hogy csökkentették a hóban járásnak a hangját, ami eléggé furó dolog, hiszen ez egy szezonális dolog, szerintem azért tavaszra csak ki fogják venni a havat a játékból. Másik dolog pedig, hogy teljesen természetes, hogy ugye a talpunk alatt ö, ropog a hó, más euh, problémák is vannak a hanggal, nem éppen ezzel kellene foglalkozni, ugye még most is jelenleg bent van az a bug a játékban, hogyha Google van nullozol, teljesen le van teker, vagy a hangerő, akkor még 70 kilósan sincs hangod, ahogy nullozol. A következő, hogy elvéle fixálták az Awaiting Session problémát, hogy ezt kevezni akartunk, ugye itt már nem tudtunk visszabekkelni, csak alt f tudtuk megoldani, és hát, euh, ja, euh, reméljük, hogy most már ez így is marad, és rendesen fog működni. Elvileg azt hallottam vissza, hogy hogy még gyorsabban is töltődnek be a szkeverédek, szóval tényleg maradjon így mindenkinek, és mindenkinek remélem, hogy működik. Kiavítottak egy bugot, ami elvileg szerintem nem volt bug, hanem egy szerencsés véletlen, az pedig az, hogyha ködös volt a pálya, akkor volt rá esély, hogy valamilyen szkóba belenézve eltűnt ugye a köd. Először is a BSG-nek utána kellene nézni, hogy hogyan alakulhat ki köd, és hogy hol alakulhat ki köd, mert azért városi viszonyban, amikor főleg 12 óra van és süt a nap, és kapsz még erre egy ködös időjárást is, plusz ugye ott van még a hó, ami fejér és a napsütés, a ködön átszűrődve megvilágítja a havat, tehát még meg is vakulsz, a kötő nem lát semmit, az egyszerűen zseniális, szóval ha ilyenkor egy szkópba belenézve végre látod úgymond a valóságot, annak csak örülni lehet ez, szóval ezt nem nevezném úgymond bágnak. És hát azért is mondtam, hogy hát hol alakulhat ki köd, mert ugye legendás interchange arról, hogy ugye a ködben van a a boltok között. A következő dolog, hogy elvileg a BSG javította azt a lehetőséget, hogy be lehessen bagolni, ugye bemászni olyan helyekre, ahova alapvetően kulcs kell. Ilyen volt ugye Resortban a különböző szobánk, ahol is az árkére ki lehetett ugrani, és akkor onnan be a szobába. Vagy Streets of Tarkovon a Marketról. Na már most szerintem itt az történt, hogy ezeket az úgymond híres helyeket kijavították, hogy nem lehet most már bemászni, de szerintem még rengeteg sok olyan hely van, ahova bele lehet bugolni. Nem azt mondom megint, hogy lehet gyakorolni inkább azt, hogyha találtok még ilyen helyet, akkor légy szíves, csináljátok róla a videót, küldjétek el a BSG-nek, és mondjátok, hogy még ezt is ki kéne javítani, köszönöm. Volt egy pici bug is, amit most már fixeltek, hogy ugye hol a filmben egy itemet beraktál, de az kellett mondjuk egy napi küldetésbe, vagy küldetésbe, ugye regmenes küldetésekhez, vagy ugye dokteges küldetések, akkor elvileg Eddie nem engedte neked, hogy magából a slotokból kivehessd az itemet, tehát hogy nem ismerte föl, hogy van ilyen item nálad. És elvileg azt is javították, hogy amikor egy küldetést ugye leadsz és kapod a következőt, vagy egyszerre több küldetést kapsz, és abból mind a kettőt mondjuk fel kell venni, akkor ugye mindig volt egy ilyen probléma, hogy a másik ugye küldetés, mikor szeretett volna felvenni, akkor kaptál egy errort, visszadobott téged a menübe. Elvileg ezt is megcsinálták, plusz azt is kijavították, hogy a különböző küldetések, hogyha kész lettek, hiába tudtál elmenni, hogy Komplét, nem történt semmi, csak a játéknak az újraindítása után. Következő dolog, hogy az airdrop újra find rédes itemeket tartalmaz. Ha valaki nem maradt volna, hogyha felőtted a piros flert és lejött a doboz, akkor hiába néztél bele, minden item ugye nem volt Finding rédes, es tehát nem tudtad úgymond felrakni flimeket se, nem tudtad leadni küldetésbe, csak ugye out-hoz tudtad felhasználni. Vagy hogyha ugye fegyver armor, akkor saját magad. És szerintem ez nem egy bug volt, hanem a BSG egyszerűen visszarakta, mert az emberek nagyon sokat hiszisztek miatta, és amúgy ez tök jó dolog, mert tök jó dolog, hogy de nem hiszem azt, hogy ez egy ö, nagyon nagy bug lett volna, hiszen ez csak egy láda. A Unity ennyire azért szerintem nem bonyolult, hogy egy sima random ládának, aminek csak vizuálisan van más kinézete, és sokkal több slotja van, a tulajdonságai között nem tudjuk beírni azt, hogy fine legyen, igen vagy nem. Mondom, nem értek a programozáshoz, csak nekem ez úgy tűnik, mintha nem lenne egy olyan nehéz dolog, de amilyen spagetti kódja van a Tarkovnak, bármi megtörtént. Az utolsó pont pedig, hogy Grand zero sokkal több Skev pontot kaptunk. Ennek amúgy nem látom egyáltalán az értelmét, Skev playereket nem engednék be Grand zero -t. tehát sim, lehetnének a mapon, de Skev playereket nem szabadna beengedni, hiszen így is rohadtul nehéz a pályán nagyon sok embernek, biztos ti is ismertek olyas valakit, aki még mondjuk mai napig nem tudta kihozni a kocsit, vagy egyáltalán már nem is tudta kihozni, mert már már ugye elérte a level 20-at és utána ugye a 21-et. Tehát, hogy amúgy is szopás a pálya ebből a szempontból, főleg a kezdő playereknek, mert egyből pvp-zniük kell, meg ilyen küldetéseket csinálni, amiket direkt más playerek ugye letartanak, lekempelnek, de most még jönnek a scav playerek is, akik amúgy is azokat a kezdő playereket fogják elkapni, akik próbálják leválni a mappot, hogy mindenki kimenjen, és hogy ők majd biztonságosan tudnak küldetésezni, szóval nem engednék be scav playereket, mert így a kezdő playereket még jobban megszopatják. Na de röviden ennyit a patch és hogy miket javítottak ki, hogy egy teljes lista érdeketiteket, akkor lent a leírásban ott van a link, le van magyarul szépen fordítva, sok olyan problémát is megoldottak, amiket én nem is tudtam, hogy voltak, és az is biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket a BSG ugye nem írt le a patch ban és kijavítottak, vagy most ilyen esetben el is rontottak, nem tudjuk, majd ez majd kiderül. De a lényeg, hogyha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mi a dolgatok. És a legfontosabb dolog, hogy találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is jók lehetek, sziasztok!